Üdvözletünk! Így az év vége felé közeledve bizony egyre kevesebb érdekes hírrel szolgálhatunk, azonban a 47. hét kapcsán is sikerült még összevakarni még egy adást a valót, amihez már jó szórakozást is kívánunk. A Ubisoft Montreal bizony nem volt rest, és már elérhetővé is tették azt a javítást, aminek hála az Assassin's Creed 4 Black Flag PlayStation 4-es verziója 1080p-ben fut. A srácok azt is elárulták, hogy sokat tanultak a kiadó berkeiben készülő Watch Dogs-ról, így később az sem elképzelhetetlen, hogy az ott látott közösségi funkciókat átvegye a sorozat. Már tölthető a Call of Duty Ghosts PC-s változatának legfrissebb javítása, ami jó pár dolgot megváltoztat. A legfontosabb talán a 6 GB-nyi minimális RAM eltörlése, mostantól akár 4 GB-ra is elég a játékhoz, ráadásul a grafikát is szépítettek, sőt még az optimalizációba is belenyúltak. Ha esetleg eddig hiányzott az életedből, hogy mobilon művelhess különféle földeket, akkor mostantól kezdve kiélheted magadat, mivel megjelent a Farming Simulator 14, amit 800 forint ellenében már tölthettek is az App Store-ból, vagy éppenséggel a Google Play-ről. A PlayStation 4 összeszereléséért a Foxconn cég felelt, de úgy fest, hogy pár dolgozó megelégelte az állítólagos rossz bánásmódot, és ezért tüntetőleg szabotálták a konzolok gyártását. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy nem Simple Strike-ról van szó, azaz egyes esetekben akár a masinákba is belenyúlhattak, aminek talán köze lehet az utóbbi időszakban jelzett számos meghibásodáshoz is. Az internet bugyraiban tűnt fel a Tomb Raider Definitive Edition név, ami ha minden igaz, a kisasszony legutóbbi jelenésének következő generációs kiadása lehet. Egyelőre még semmi biztosat nem tudni, de az Amazon olasz részlege már a kiadás dátumát is sejteni véli, ami szerintük 2014. január 24-ére eshet. Hiába ígérték nekünk 2013-ra a Final Fantasy X-X2 HD Remastert, a Square Enix most bejelentette, hogy a játék 2014. március 24-én érkezhet csak meg, de jobb későn, mint soha. Értesülések szerint az Apple felvásárolná az izraeli PrimeSense-t, akik annak idején lefektették az Xbox 360-as Kinect alapjait. A cég azóta is mozgásérzékelős eszközökkel foglalkozik, de hiába kérdezték meg tőlük a dolgot, nem kívántak reagálni az általuk csak pletykának titulált infókra. A Kingdom Under Fire 2-t még 2008-ban mutatták be, de a furcsa MMORTS hibridre még várnunk kell, cserébe viszont nem csak PC-re, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra jelenik meg, hanem PlayStation 4-re is. Nem is olyan régen számos játékos élményét roncsolta, hogy támadás érte a Battlefield 4 szerverparkját, bár ha minden igaz, akkor a statisztikák nem forogtak veszélyben. A DICE egyébként folyamatosan igyekszik orvosolni a problémákat. A Ninja Siri társalapítója és vezető dizájnere elmondta, hogy bár a csapat jelenleg egy konzolos és mobilos játékon is dolgozik, később nem elképzelhetetlen, hogy kizárólag mobilokra készítenek játékokat. Ennek az az oka, hogy szerintük a konzolok piaca haldoklik és egyre nehezebb életben maradni, miközben a mobilos részleg folyamatosan fejlődik, idővel akár pedig vezető szerepkörbe is tündökölhet. Később egyébként azért helyesbítettek, miszerint mégsem kívánnak lemondani a konzolos fejlesztésről. Úgy tűnik, hogy az Electronic Arts mégsem kaszált el teljesen a free-to-play Command & Conquer-t. Erre utal az a tény, miszerint a kiadó mindent visszatérít azoknak, akik korábban költöttek a játékra, de ha valaki a Command & Conquer Ultimate Collection-re ruházott be, az akkor lesz kárpótolva, amikor újraindítják a fejlesztést egy másik csapat égisze alatt. Szintén bizakodásra adhat okot az a kijelentés is, miszerint az EA alig várja, hogy valami új hírrel szolgálhasson a projekt kapcsán. A Microsoft bejelentette, hogy 24 órával a megjelenést követően már több mint 1 millió Xbox van talált gazdára. Az Xbox divízió fejese Yusuf Mehdi nagyon hálás a rajongóknak, és reméli, hogy a jövő is hasonlóan kellemesen folytatódhat. A konzol eladásai egyébként az Xbox 360-ét is lepipálják, így tehát új rekord született házon belül. Korábban a PlayStation 4 is hasonló számokat mutatott fel, így az új konzolok versenyében még nem született győztes, főleg, hogy azért mindkét oldalon akadnak hibák is. A lemez meghajtóval vannak gondok az Xbox One esetében, ami egyáltalán nem hajlandó futtatni a játékokat. Microsoft nyugalomra int mindenkit, amilyen gyorsan csak lehet, kicserélik a hibás gépeket. Köszönjük szépen figyelmeteket, a 48. héttel is jövünk hamarosan, addig is jók legyetek, sziasztok!